Jó estét kívánok kedves nézőinknek! Ez az Oxigén Televízió esti híradója május 10-én kedden. Döntött az országgyűlés, lesz népszavazása a betelepítési kvótákról. Változik a lebonyolítás a női kézilabda bajnokságban jövőre, és Nyéki Georgián is lehetőséget kap az olimpiai kvóta szerzésre. A részletekkel hamarosan jövünk, de előtte mutatjuk, hogy melyek lesznek kiemelt témáink ma este. Kötelező lehet a szülőtartás, ha az országgyűlés elfogadja a benyújtott javaslatot. Ennek értelmében a nagykorú gyermekek kötelesek rászoruló szüleikről gondoskodni. A Nyugdíjasok Országos Szövetségének elnöke szerint viszont nem lehet a felelősséget teljes egészében a fiatalabb generáció vállára tenni. Általános iskolások ismerkedtek a természettel a Madarak és Fák napján. A játékos hét próbát csak nem két évtizede rendezi meg a Kisalföldi Erdőgazdaság. Országos turnéra indul idén a Tatabányai Jászai Mari Színház társulata. A színészek nyáron a Tartuffel turnéznak. És a következő napokban már nem kell csapadékra számítani, az előrejelzések szerint adásunk végén jövünk a részletekkel. Döntött az országgyűlés, elrendelték a kötelező betelepítési kvótáról szóló országos népszavazást, amelyet a kormány kezdeményezett. A most elfogadott országgyűlési határozat arról is rendelkezik, hogy a népszavazás lebonyolítására legfeljebb mintegy 4,9 milliárd forint fordítható. A kúria egy héttel ezelőtt utasította el a Nemzeti Választási Bizottság hitelesítő határozata ellen benyújtott jogorvoslatokat, ezzel lehetővé téve a népszavazást. Az országos népszavazást a köztársasági elnök tűzi ki, várhatóan az ősszel tarthatják a referendumot. Kötelezővé tehetik a szülőtartást, ha az országgyűlés elfogadja a módosítási javaslatot. Ennek értelmében a már nagykorú gyermekeknek kötelezően gondoskodniuk kellene szüleikről. A Nyugdíjasok Országos Szövetségének elnöke híradónknak elmondta, velük senki sem egyeztetett. Ez pedig olyan kérdés, amit mindenképpen meg kell beszélni az érdekképviseletekkel. Németné Jankovics Györgyi hozzátette, szerinte az állam a törvényjavaslattal csak a felelősséget akarja átadni a fiatalabb generációknak. Megint döntöttek helyettünk, rólunk, nyugdíjasokról, mondta híradónknak a Nyugdíjasok Országos Szövetségének elnöke. Németné Jankovics Györgyi hozzátette, egy olyan törvényjavaslat került a parlament elé, amit semmiféle egyeztetés nem előzött meg, így maguk az érintettek sem tudják, hogy pontosan miről is van szó. Nem lenne gond, ha emögött az elképzelés mögött az a szándék állna, hogy minél többen gondoskodjanak az idősek, vagy az idős ember utolsó életszakaszában az ő megélhetésért, vagy az, hogy tisztességes emberi életet éljen humánus körülmények között. Tehát ha ez a szándék lenne mögötte, hogy több szereplős legyen ez a védőmechanizmus az idős ember számára, akkor ez egy nagyon rendben lévő dolog lenne. Az elmúlt időszak napvilágra került javaslatai azonban nem ezt mutatják. Az egész inkább úgy hat, mint az állam át akarná ruházni a felelősséget az aktív generációkra, folytatta az elnök. Itt mi azt látjuk, hogy a felelősség átruházásáról van szó. Az állam felelőssége az idős ember megélhetésért történelmi léptékű. Tudjuk, hogy ez időtlen, hát majdnem azt mondom, hogy időtlen idők óta így van, és most az látható, hogy ezek az elképzelések mind-mind azt mutatják, hogy az állam ezt a felelősséget elhárítja magától. Egyedül a nyugdíjak reálértékének megőrzése az, ami az idős ember számára láthatóan a kormányzat pozitív szándéka. Az idősek szempontjából az is fontos, hogy nem tudni, mit szólnak a javaslathoz a fiatalabb generációk, hogy vajon képesek-e viselni a terhet azok, akikre a törvény a leginkább vonatkozna. Az a gyerek, akinek eddig nem volt jövedelme, majd neki elő fogják írni, hogy most akkor, amit korábban az anyád meg az apád adott a nyugdíjából, azt most te neked vissza kell adni, amikor neki már nem lesz megfelelő életkörülmény, vagy egyedül marad, nem lesz elég a nyugdíja, akkor neki kell visszasegíteni, de miből?
Radikális átalakulást eredményezne a törvény bevezetése, amelyet az érdekképviseletekkel mindenképpen meg kellene beszélni, mondta az elnök. Ezen kívül hozzátette, a kormányzati szándék, ami a felelősséget átruházza, oda vezet, hogy az idősek harmadrendű állampolgárnak fogják érezni magukat Magyarországon. A Retro Fesztivál keretein belül kabrió találkozót és felvonulást tartottak Győr-Szent Ivánon. Az első alkalommal megrendezett eseményen márkától függetlenül minden autó megjelenhetett. A felvonuló járművek között voltak új, modern és veterán kor felé tartó négykerekűek is. A szervezők bíznak a további sikeres folytatásban és a rendezvény önállósodásában. Kabrió találkozóra készültek az autósok Győr-Szent Ivánon. Idén első alkalommal gyűltek össze az autók és tulajdonosaik a Retro Fesztivál keretében, hogy a jó időt kihasználva tető nélkül mutatkozzanak a látogatók előtt. Az autók között láthattunk kicsit és nagyot is egyaránt, a választékban pedig a kor sem számított. Lehetett az autó új, vagy éppen már a veterán cím közelében is. A szervezők elégedettek voltak az induló rendezvény sikerességével. Én abszolút elégedett vagyok az első két napunkkal is, hála Isten telt házzá ment a rendezvény, illetve ez a kabrió találkozó egy ötlete volt a Sik Sándor önkormányzati képviselőnek. Ugyan kísérő program, ahogy mondtátok is, de szeretnénk, hogyha egy kicsit egy önálló rendezvényé fejlődne majd a rendezvényen belül, és esetleg egy látványossággá is később, és elérni egy ilyen 100-150 fős határt ez a célunk. A találkozóra 20 jármű érkezett, és együtt tettek egy kört Győr-Szent Ivánon. A veterán felvonulást vezető autó a maga 28 évével a résztvevők között a legkorosabb volt. Az autó tulajdonosa, egyben a találkozó ötletgazdája nem ismeretlen a helyi lakosok körében. Szoktunk baráti körben is elmenni Balatonra, Csesztekivár felé autókázni. Ez egy nagyon érdekes életérzés, amikor az ember feljebb fölött nincsen tető. Találkozik úgy, mint a motorosok az erdő illatával, a szél fúj körülötte, és egyre többen hódolnak ennek a szenvedélynek. Nyilvánvalóan vannak egészen komoly autók is, és hát vannak ilyen öregebb, talán ilyen retro autók is, és gondoltuk, hogy jó lenne ezt a típus nélkül ezeket a kabriókat így valahogy összehozni. A szervezők a sikeres rajtot követően bíznak abban, hogy a rendezvény az évek alatt tovább fejlődik. A végcél az, hogy ahogy Győr új barátról sokaknak a motoros fesztivál, úgy Győr-Szent Ivánról a kabrió felvonulás jusson az emberek eszébe a jövőben. 18. alkalommal rendezte meg erdei hétpróbáját a Kisalföldi Erdőgazdaság a Madarak és Fák napja alkalmából. A megmérettetésen 200, 5. és 6. osztályos tanuló vett részt, akik játékosan tanulva közelebbről is megismerkedhettek környezetükkel. Győri iskolások vették birtokba a püspökerdei játszóteret, a játék előtt azonban megmérettetés várt rájuk. A Madarak és Fák napja alkalmából a Kisalföldi Erdőgazdaság erdei hétpróbáját teljesítették. Végigmentek az erdőn egy ilyen közel 2,5 kilométeres útvonalon, és különböző feladatokat kellett végrehajtaniuk, például kapura kellett rúgniuk labdát, akkor rollerezni kellett időre akadálypályán, növényfelismerés, madarakat felismerni, úgyhogy ebből tevődött össze a mai hétpróba. A feladatokat a gyerekek lelkesen és ügyesen oldották meg. Nagyon ügyesek, kicsit bele kellett rázódniuk, de nagyon a madarakat is mindenhol felismerték könnyen, akkor az erdei növényeket is, ugye kicsi rávezetése, de látszik, hogy azért érdekli őket és figyelnek a környezetükre. A természet szeretetét és megbecsülését nem lehet elég korán megtanítani a gyerekeknek, a hasonló rendezvények azonban kitűnő alkalmat biztosítanak arra, hogy közelebbi kapcsolatba kerüljenek mindazzal, ami körülveszi őket. Fontos, hogy ugye tiszteljük a természetet, ugye körülöttünk a madarakat, fákat, ezek a jeles napok, alkalmak, ezek arra hívják fel a figyelmet, hogy egy kicsit megálljunk és elgondolkozzunk azon, hogy mi is vesz minket körül, tehát ugyanilyenek vannak például az erdők nemzetközi hete, erdők hete, fák napja, tehát mindegyik ilyen. A gyerekek Tóth Gábor Solymász segítségével különféle madarakkal és azok költési szokásaival is megismerkedhettek a rendezvényen. A mai élő legnagyobb madárról, vagyis a strucról is sok mindent megtudhattak. A struc egy akkora óriás, hogy a tojásait nem is kell rejtegetnie. A félsivatagos bozótosban, vagy a bozót mellett, a nyílt terepen kis mélyedést kotor és belerakja a hatalmas tojásokat. Szeretjük a madarakat, biztos tudjuk, hogy finom és tele van vitaminnal. De tudja ezt a gepárd, az oroszlán meg a pávián is. Ha meg szeretnék szerezni ezt a tojást, vagy az ottani benszülöttek, hát mindenki legyen éber, aki megpróbálja, mert egy ekkora kakas, ilyen lábakkal, és egy hasonló méretű tyúk vigyázza a tojásokat. Ha valaki támad, azért nem kell rejtőszín,
mert a pár megvédi. A kanári tojása ekkora, azonban a mészkolibrié még ennél is kisebb. Ez a fajta a legapróbb madár a világon. Akkora, mint egy dongó, mint a lódarás, és nektárt eszik leginkább. Esténként téli álomban merül, mert különben reggelre ilyen halna, nem lassulna le a szervezete. Reggel a kellő nappal indul, és megint nektárt nyalogat. A 18. Madarak és Fák napja alkalmából megrendezett programon körülbelül 205-es és 6-as diák vett részt. A határon túlra is eljutott a Tatabányai Jászai Mari Színház. A társulat Aradon és Szabadkán mutatta be az Öldöklés istenét. A Kutyafül Macskakő Egérút külön díjas lett a Kaposvári Gyermekszínházi Seregszemlén, a Pécsi Országos Színházi Találkozó versenyprogramjába pedig a Tártüffőt válogatta be a zsűri. Ezt a darabot nem csak a Baranyai megyeszékhely közönséggel láthatja majd nyáron, mert azt a Városmajori Színházi Szemlére és az Ördögkatlan Fesztiválra is elviszik. Mozgalmas időszakon van túl a Jászai Mari Színház. A Tatabányai társulatot több városba is meghívták, mégpedig azokkal az előadásokkal, amelyek nagy sikert arattak a teátrumban a közönség körében. Idén határon túlra is eljutottunk, Aradon játszottuk kétszer az Öldöklés istenét, és Szabadkán is játszottuk. Nagyon örülünk, hogy végre határon túlra is eljutottunk egy előadásunkkal. Nagy öröm számunkra egyébként, hogy az idei Kaposvári gyerekszínházi seregszemlén, Biennálén a Kutyafül Macskakő Egérút című előadásunk a versenyprogramban szerepelt, és egy külön díjat hozott el. A színészek számára a nyár is mozgalmasnak ígérkezik. Június 10-én a Pécsi Országos Színházi Találkozó mutatják be a Tártöv című darabot, amelyet majd a hónap végén a Városmajori Színházi Szemlén, illetve augusztus elején az Ördögkatlan Fesztiválon is láthat a publikum. Először is az, hogy Molière, tehát egy klasszikus, kiváló darab, a másik része pedig azt hiszem az, hogy egy nagyon jó találkozás volt a rendezővel, Szikszai Rémusszal. Tehát a társulat és a rendező nagyon jól összejöttek, nagyon megszerettük egymást, nagyon jó munka volt, és hát ne felejtsük el, hogy mégiscsak ez egy parti nagy szöveg, tehát remek szöveg. A társulat már készül a következő évadra is, ennek programjáról azonban későbbre ígértek tájékoztatást. Tárlatvezetésen mesélt mexikói élményeiről Bach Szilvia. A színésznő és korábbi humorista, miután hazaérkezett, azonnal ecsetet ragadott. Az emlékek és a tapasztalatok, valamint a mexikói mindennapok harsány színekben elevenednek meg a kiállított képeken. A művésznő az Én Mexikóm című kiállítása május 27-ig látogatható a Győri Múzeumházban. Chavela Vargas világhírű mexikói énekes egy dalával köszöntötte a kiállításra érkezőket Bach Szilvia, akit a közelmúltban tett mexikói látogatás olyannyira magával ragadott, hogy miután hazaérkezett, egyből ecsetés festék után nyúlt. Olyan impulzusok értek, hogy ahogy hazajöttem, soha nem festettem ezelőtt, tehát nem volt a kezembe ecset, talán iskolában, általános iskolában. És azóta így megállás nélkül jóformán. Most már visszafogom magam, mert fogy az anyag. De most már nincs táblám otthon jóformán, amire fessek. De hát szerelem. Tehát Mexikó egyenlő szerelem. A művésznő körülbelül egy év alatt született munkái közül 30-at hozott el Győrbe, a képekről pedig egy az egyben Mexikó köszön vissza. Bach Szilvia Mexikóban megélt tapasztalatai, szokások és vallási motívumok harsány színekben jelennek meg a vásznon, és természetesen nem hiányozhat a társadalom kritika sem. Például nézel amerikai filmeket, és valami nagyon rossz történik, az biztos, hogy Mexikó, tehát úgy ábrázolják, nagyon érdekes. Ez azért jó, van társadalom kritika is, de azt is valahogy olyan nagyon szépen próbáltam megfogalmazni, a színeket megpróbáltam visszahozni, és hát itt ilyen mítikus dolgok is vannak. Ugye nagyon sok képen előferdül a kígyóisten, ami mellé én alkottam egy kígyóistennőt, ami egyébként náluk nincs, és hát a hagyományok, a színek. Élményeit pedig a győri közönséggel nem csak képein keresztül osztotta meg. Múlt héten ellátogatott a városba, hogy a helyieknek egy tárlatvezetésen személyesen is meséljen. Magáról a kintlétről, a hagyományról, a kultúráról, Mexikóról,
a mexikói emlékekről egy-egy képen felvillannak azok a dolgok, ami mondjuk velem megtörtént, vagy ott voltam, vagy láttam, vagy hogy milyen intuícióm van egy-egy dologról, ami ott ért. Az adandó alkalom, amit megszól a zenekar, feltartanak és táncolnak, és mindegy, hogy hány éves vagy, mindegy, hogy nézel ki, ezt a kubaiaknál is láthatjátok filmeken, hogy abszolút, hogy én ilyen mamák nyomják, és nincs ilyen, ember van. Vak Szilvia kiállítását Győrben május 27-éig lehet megtekinteni, a művésznő pedig hamarosan Brüsszelben is bemutatja, hogy milyen az ő Mexikója. Változik a következő szezonban a férfi és a női kézilabda NB1 lebonyolítási rendszere. Mindkét bajnokságban 14 csapat küzd majd egymással oda-visszavágos rendszerben. A Magyar Kézilabda Szövetség közleménye szerint a nőknél 26 fordulót követően hirdetnek győztest, vagyis eltörlik a rájátszást. Hogy a férfiaknál is ilyen lesz a lebonyolítás, vagy bajnoki döntő lesz-e, az még kérdéses. Változás lesz az is, hogy a férfiaknál maximum 5, a nőknél pedig maximum 4 légiós játék engedélye váltható ki a szezonra. Minden további külföldi sportoló játék engedélyének kiváltása egyénenként 3 millió forintba kerül. Az MKS szerint viszont valamilyen kompenzációs rendszer dolgoz majd ki a bajnokok ligájában érintett csapatok számára. Két hónapot töltött Kaliforniában Farkasdi Ramona. A Grabopasz Győr ifjúsági olimpiai bajnok kajakosa új impulzusokkal gazdagodva tért haza, és egyre jobb formába lendül a májusi válogató versenyek előtt. Az Amerika tényleg egy nagy lehetőség volt az Egyesület részéről számunkra, mert nagyon új módszerekkel találkozhattunk, és rengeteg mennyiségű munkát tudtunk ott befektetni a tavaszi felkészülésbe. Farkasdi Ramona és a három lány egyike volt, aki Kaliforniában készült két hónapon keresztül. Nem csak életre szóló élménnyel gazdagodott, hanem maximálisan el is végezte a szükséges munkát. Az ottani körülményekhez nagyon-nagyon könnyen tudtunk alkalmazkodni, hiszen delfinek és fókák között edzettünk gyönyörű szép környezetben. Kicsit hullámosabb volt a víz, ugye ez nyilván az óceáni környezetnek köszönhető, mert ez egy óceáni belsőből volt, viszont szerintem ez csak segített tényleg, mert itthon a síkvízen így még jobb technikával tudunk majd kajakozni a könnyebb vízfelületen. A versenyzők egy az óceánban rendezett maratoni versenyen is indultak. Kriszt ezt kikapcsolódásként szánt a számunkra, viszont ez sokkal több volt annál tényleg, mert egy óceáni verseny 16 km a nyílt vízen, hatalmas hullámokkal, tehát számomra ez először félelmetes volt, a második ilyen megpróbáltatást már azért tudtam élvezni. Ramona azt mondja, a 2016 mindenképpen egy izgalmas év lesz. 22 éves vagyok, tényleg egyre közelebb vagyok ahhoz a korhoz, amikor lehet egy nagyot dobbantani és oda kerülni. Most nagyon jól érzem magam a bőrömben, valószínű, hogy ez az amerikai életérzés egy kicsit feltöltött. A győri színekben versenyző Nyéki Georgián is ott lehet az ökölvívók utolsó olimpiai kvalifikációs versenyén Bakuban. A 64 kg-os ökölvívó azután kapott lehetőséget a bizonyításra, hogy a törökországi kvalifikációs tornához képest két helyen változtatott a válogatott összetételén Kovács László szövetségi kapitány. A magyar boxolók közül egyébként eddig egyedüliként Harcsa Zoltán biztosította helyét a riói játékokon, miután Samsungban bejutott a 75 kg-os súlycsoport fináléjába. Kötelező lehet a szülőtartás, ha az országgyűlés elfogadja a benyújtott javaslatot. Ennek értelmében a nagykorú gyermekek kötelesek rászoruló szüleikről gondoskodni. A Nyugdíjasok Országos Szövetségének elnöke szerint viszont nem lehet a felelősséget teljes egészében a fiatalabb generáció vállára tenni. Általános iskolások ismerkedtek a természettel a Madarak és Fák napján. A játékos hét próbát csak nem két évtizede rendezi meg a kisalföldi erdőgazdaság. Országos turnéra indul idén a Tatabányai Jászai Mari Színház társulata. A színészek nyáron a Tártüffel turnéznak. Ma este is itt van velünk a stúdióban Kóródi Petra a programajánlóval. Szia Petra! Miből választhatunk szerdán?
Szia és köszöntöm a nézőket! Holnap is várja az érdeklődőket a Spirituális Ébredés Klub Moson-Magyaróváron. 18 órától személyiségelemzés és meditáció lesz a Fehérló Közösségi Házban. A Fiók Ifjúsági Klubban pedig 16 óra 30 perctől várják a fiatalokat a szokásos szerdai kézműves foglalkozással. Aztán egy kiállítás képei Tatabányán a Jászai Mari Színházban. Muszorszki és Ravel műve nagyzenekari átiratban bábok segítségével kell életre a színpadon. Az előadás középpontjában maga az élet áll. Az egy kiállítás képei holnap 14 óra 30 perckor kezdődik a Tatabányai Színházban. Aztán Víz, víz, tiszta víz előadás 4 éves kortól a Győri Vaskakas Bábszínházban. A Vaskakas Bábszínház Locspocs revüjét holnap két alkalommal is, délelőtt 10 órától és délután 14:30-tól lehet megnézni. Most pedig nézzük, hogy milyen időjárás várható a következő napokban. Változóan felhős, de csapadékmentes lesz az időjárás szerdán az előrejelzések szerint Magyarország északnyugati felében. A légmozgás is enyhe marad, tavasziasan alakul az idő. Szerda hajnalban 11, amíg reggel 18 fok körüli értékeket mutatnak a hőmérők. Szerda délutára is marad a túlnyomóan napos időjárás, a csúcshőmérséklet 15-21 fok között alakul. A szerda este is eseménytelen lesz, a nap végén 13-15 fok várható. Csapadékosra fordul az időjárás a következő napokban északnyugaton a hosszú távú előrejelzések alapján. Csütörtökön az eső mellett reggel és este 12, amíg napközben 18 fok valószínű. Pénteken is szükség lesz az esernyőkre, a reggeli és az esti órákban 11, amíg nappal 17 fok várható. Szombaton is várható csapadék, a nap elején és végén 10, amíg napközben 19 fokot mérhetünk majd. Kedves nézőink, Önök az Oxigén Televízió május 10-i műsorát látták. Munkatársaim nevében is köszönöm, hogy minket választottak. Holnap este 7 órától újra jövünk majd térségünk legfrissebb híreivel. Nézzenek bennünket akkor is. Kellemes pihenés, jó éjszakát kívánok, a viszontlátásra! Thank you.